Sziasztok! Kedves nézők! Adri és Peti vagyunk, és ez a gasztro kedvencek, ez onnan ihletődött, hogy ilyen beauty vloggereknél lehet látni beauty kedvenceket havonta. Így elmondják, hogy milyen szemfestéket, szempillaspirált, rúst, meg ilyeneket szeretnek, és arra gondoltunk, hogy miért ne lehetne a magyar YouTube-on gasztronómiával kapcsolatban is egy ilyen, és hát nem a magyar gasztró történéseket vesszük szemügyre, hanem a mi kedvenceinkről számolunk be. Ilyen egyszerűen működik ez a rovat. Kezdjük a megosztó tétellel, ami nekem egyáltalán nem jött be, de én más fajtákat szeretek, de Peti szerint fasza, ez a... Pécsi megy! Nyár van, kurva meleg van, kurva jól esik néha pécsi megyet inni. Indokolatlan volt ennyi kurva. Rengeteg megysör létezik a magyar piacon, mostanában kezd feltörni az is, hogy magyar termelők állítsanak elő magyar megysört. Kisüzemi sörfözdékre gondol a termelő alatt. Igen, és Adri nagyon válogatós ebben, ugyanis ő a meggyízű dolgot szereti, aminek semmi köze a sörhöz. Egy speciális fajtáját szeretem ennek, amiben nagyon erőteljesen a savanykás íz jön, amiben a gyümölcslé maga egy olyan alapot képez, ami nem sok sörnél van meg. Ez sörösebb ízű sör. Így jár benne. Lássuk, hogy még szeretem-e. Igen. Ami nagyon lighty benne megy. A sör se jön annyi, inkább egyébként olyan, mint a cseresznye lenne. Amúgy bírom a pécsi sört, és van egy anyagunk, amit majd linkelek ide, ami Pécsen készült, hozzájuk mentünk akkor is. Tök jó volt megnézni, hogy azért ez tényleg egy kisüzemi sörfőzde, és máshogy zajlanak a dolgok, mint egy óriási sörgyárba. Tehát én megelőlegezem nekik mindig azt, hogy van benne gondoskodás, meg szeretet abban, amit készítenek, de ez sörízű. Tehát ez olyanoknak fog bejönni, akik szeretik ezt, amikor csak egy kis hangulatot dob rá a gyümölcs. Igen. Próbáljátok ki, sokat nem veszítettek vele amúgy. Mindenképpen szerettem volna ebbe a videóba tenni valami olyat, ami annyira olcsó, hogy az már szinte nevetséges, és amire senki nem mondhatja azt, hogy azt nem engedheti meg magának. Prima a márkája ennek a jégkrémnek, és a felirat szerint is, és az összetevő lista szerint is Prima. Van benne elég sok eter, mert 50%-a eter ennek a belső résznek, ami amúgy egy túrós jégkrém eperrel. Egész jók tényleg az összetevők, amik rá is vannak írva, tehát tényleg nem csak egy ilyen víz és színezékből álló dolog, és 100 valamennyi forint érve te múltkor a kifli.hu-n, de most meg kb. Akciósan azt hiszem 60 forint. Tehát best tök jó, neked is nagyon íz lett, nem? Uh-huh. Eper íze is volt, túró íze is volt, csoki íze is volt, az, ami rá van írva, és tényleg nevetségesen olcsó, úgyhogy próbálok erre is figyelni, hogy tudjunk olyan dolgot ajánlani, amit tényleg bárki megvehet, tehát ez bárkinek megéri. És van egy rozmár, ami talán az az állat, amiről legkevésbé tudom elképzelni, hogy jégkrémet tegyen. Mi melyik állatról tudod elképzelni? Nem úgy értem, de képzelj már egy rozmárt, hogy megpróbálja a kisuszonyával kibaszott nagy fogai keresztül áttömni a Prima epres túró jégkrémet. No. Prima? No. Mi nagyon sokszor rendelünk házhoz kaját, és kóstolunk meg így is valamit, csak egyszerűen nem tudom, hogy hogy adhatnánk nektek úgy át, hogy az úgy nyálcsorgató legyen egy videóban, mert amikor beletesznek valamit egy habtálcába, és úgy eljött hozzád, és te azt csomagolod ki, azt levideózni, én már nagyon sokszor próbáltam, de valahogy úgy... Mindig megeszed előtte. Egyfelől már nagyon éhes vagyok olyankor, és megeszem, másfelől meg hát hogy néz ki? Tehát, hogy nem nehéz elhitetni a nézővel, hogy az tök jó az a kaja. Hogyha érdekelne titeket egy olyan, hogy mik a kedvenc házhoz szállítós kajáink, és nem riaszt vissza titeket az, hogy mondjuk dobozban mutogatjuk ezeket, mert utána azonnal meg is esszük, és nem tálaljuk ki szépen, akkor ezt írjátok meg a kommentek között, mert egy ilyen külön kiadást simán tudnánk már csinálni, annyiféle kaját rendelünk házhoz.
És Kismaroson is volt egy olyan pillanat, amikor hirtelen nem volt jobb ötletünk, mint megnézni, hogy mi van a környéken. Hát kb. Két lehetőség van, ami házhoz szállít. Az egyik volt ez a Patak vendéglő, és így elsőre, amikor a honlapjukat megnyitottam, hát ez a... jó, mindegy, ez van. Alapon rendeltünk tőlük kaját. Aztán kihozták az ételt, és kb. 7000 forintot fizettünk úgy, hogy leves is volt, desszert is volt, és két főétel, ami szerintem tök jó. Tehát nem a legolcsóbb, az tény, de hogy az szerintem belefér ennyi kajáért, meg két savanyúság is volt, tehát hogy tényleg. És az volt, hogy a szavunk elállt, annyira király volt, főleg azért, mert iszonyatosan kontraszt volt a haptálca és az élmény között, és nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtunk elmenni hozzájuk. Azt tudtuk kimondani, hogy haptálca, úgy meg voltunk rökönyödve. Ha minden igaz, erről van egy kis videónk. Na, jó lesz? Keresem a rókagombát, keresem... Várjál. Ott van. Várjál. Ott van. Ott van. Minden jó, tökéletes. Jó, finom? Rókagombás, marhapörkölt, speccellel, ami azért érdekes, hogy így hívják, ugye a speccell a nokedli, eredeti neve. Brokkolival és jutóróval töltött pulyka, rizibizivel, és egy kis káposzta salátával. Szóval, hogyha Kismaros környékén jártok, Peti ajánlja a vendéglőt? Ez, hogy brokkoli és jutúrót keresztezni, jól, hát olyan szépek együtt. Minden gondolt erről is senki, eszek még egyet, te rohadjak meg. Annyira egyszerű, de annyira kurva jó. Jézusom! Jó, meg vagy elégedve akkor a Patak vendéglővel. Jézusom, de meg vagy elégedve. Azt nézegetjük itt most éppen Petivel, hogy ez a Patak vendéglő, Kismaros, nem véletlenül így lett a kajájuk annyira. Ők azért így tálalni is tudnak, meg adnak az oldalnak a kinézetére is. Csak hát amikor az ember ilyen műanyag dobozokból eszik, akkor így nehezebb felfedezni azt, hogy ez vajon milyen lehet étterembe. De nézd meg, Peti! Szerintem ezen a somlóján is látszik, hogy... 100%, hogy a noszvai kirándulásban nem lesz benne videó tekintetében az egri kitérünk, ami mi volt, Péter. Az egri depresszóban jártunk, ami gyakorlatilag Csernus Imre kávézója, vagyis hát egészen pontosan ugye a nevét adta hozzá, és végül is más vezeti. Ez egy teljesen kávézó szellemmel operáló dolog, és teljesen úgy is néz ki, mint egy kávézó, meg úgy is hangzik, meg arra is gondolsz, de valami elképesztő étlap és gasztronómiai szaktudás lapul az egész dolog mögött, tehát gyakorlatilag minden egyes fogáson hanyatt testünk. Ugye, amikor a noszfai kirándulásra készültünk, akkor sokan ajánlották a csendülőt, ahol Csernus Imre és felesége látják vendégül azokat, akik ott alszanak, azokat is, meg akik csak enni akarnak, vagy inni akarnak náluk egyet, viszont ők még pont nem nyitottak ki, amikor meg már kinyitottak, aznapra meg más programunk volt, úgyhogy próbáltunk valami más opciót keresni, és a depresszó, bár ugye Egerben van, ehhez is ugye Imre adta az arcát, nevét, és mi az üzletvezetővel találkoztunk, Fülöp Gergővel, aki tök jól átadta a helynek a szellemiségét, azt, hogy tényleg kávézóból indultak, meg egy reggelisztető helyből, és most próbálják erősíteni azt a vonalat, hogy meleg étlap is, tehát, hogy ebéd és vacsora, és mi kóstoltunk reggelit is. Libamájas, cheddar ropogósos, szarvasgombás bégel. Igen, ezt kérem a szépen. Kérem szépen, ezt a reggelit kóstoltuk, aztán utána még leveseket és főételeket is, pont csak a desszertre nem maradt hely, de kb. Meg két kávét is legurítottunk, és nem volt olyan dolog, ami ne ízlett volna, vagy ami ne gyönyörűségesen érkezett volna ki, és utána ránéztem az Instájukra, és így ez az általános. Tehát, hogy ezek a kaják így néznek ki, és ilyenek. Úgyhogy, ha Egerben jártok, a macok mellett tényleg teljes szívből ajánljuk őket,
Ráadásul szerintem nagyon jók az árak is, akár mondjuk a macokhoz viszonyítva is. Tehát abszolút barátságosak. Az a leves, amit ettünk, és kicsit ilyen főlevesre hajazó hangulat volt, nem? Ezzel az udonnal 1950 forintba került az a leves, amit mi ettünk. És az már a jól lakós kategória volt amúgy. Nem tudom, hogy hova tudjuk majd beilleszteni ezt a videó részletet. Talán a gasztrokedvencekbe? Aha. Talán, hogyha olyan lesz, hogy kinéz. Egy noszfaj út után az ember csak beugrik még egerbe valamit enni-inni, és itt lehet enni és inni is. Úgyhogy ez a reggeli. Úristen, de jól néz ki. Mm. Milyen? Mm. Ránézésre is olyan, amúgy. Olyan? Felsírsz. Prémium íze van. Hát szarvas gomba, meg ribamáj. Úristen, az illata is milyen. Hallod? Híha. Megmutatom ezeket is, mert nagyon nagy esély van rá, hogy kedvenc lesz belőle. Vízi bibajleves, udon tésztával. Ettől ilyen fő flash-en van, de ez nem az, ugyan, ez egy vízi bibaj. Erőleves. Az erőleves egy teafőzőben van vele töltve, amiben van tea is, és ugye, hogyha az ember hagyja tovább állni, akkor még inkább ilyen teás íze lesz ennek a dolognak. Nagyon. Ennyi a lényeg. Itt pedig egy kovászos uborkaleves, és nem tudtam rájönni, hogy mire öntötték le, de valami... Szerintem hús. Mehet. Tegnap este megbeszéltük Petivel, hogy 4 nap múlva után már nem nagyon érhet minket semmi. És mit mondtál az előbb nekem? Hogy ezt nem láttam jönni. Egész pontosan azt mondta, hogy menj már a picsába, ez egy nagyon jó hely. Ja, igen. Ezt mondd ki. Ezt mondta. Ne menj el. Hova mész? Hova mész? Hapci szünet. Petinél, hogyha elindul egy ilyen tüsszögés folyam, kifújja az orrát, és elkezd tüsszögni, akkor az ilyen... Örökké. Ilyen 10 alatt nem áll meg. De most már meg volt belőle pár, nem? 4. Hát most jön az, a szintén megosztó téma. Titeket is megoszt szerintem, minket is megoszt. Menjünk bele arccal? Mi ez? Tehát ezt a sztorit... hogy is álljunk bele? Te úgy, ahogy a te lelked adja. Majd én elmondom az én gondolataimat róla. Tibi atya új termékeit fogjuk megkóstolni, ami tökre nem azért van nálunk egyébként, hogy megkóstoljuk, hanem nekem lesz egy ilyen fotós kooperáció velük, de ezáltal hozzájutottunk az új termékeihez, amik közül kezdjük a kettő legérdekesebbel, ami a dicsértesség elnevezési dolog. Tibi atya dobozos borokat árul. Nem tudom, hogy találkoztatok-e vele, nem kell feltétlenül, tehát nem biztos, hogy abban a szubkultúrában tartoztok, akiknek kell találkoznia Tibi atya dobozos cuccaival, mert például magamtól én sem találkoznék vele soha büdös életbe, hiszen nem vagyok Tibi atya célközönsége. És ez jól is van így. Viszont... Hát, ha látjátok így a hazai piacnak a működését, más cég is elindult már ezzel a dobozos borozással. Lehet, hogy ez mostanában újra, tehát hogy volt már erre próbálkozás, de lehet, hogy lesz ez még trend, ez az alumínium dobozos borozós dolog, és ebben Tibi atya élharcos Magyarországon, ezt lássuk be, nem? Igen. Ráadásul állítólag nem rossz. És tök mindegy, hogy én személy szerint mit gondolok Tibi atyáról, vagy szeretem-e nézegetni a Tibi atya mémeket, vagy sem, vagy ismerem-e, vagy nem ismerem. A fő kérdés az, hogy jó-e, hogy ízlik-e. Úgyhogy kezdjük ne azzal kezdjük, amivel te kezdted volna, kezdjük egy egyszerű dologgal. Van itt nálunk fél száraz fröccs, tehát ilyen egy-egyes arányú. Azt írja, hogy pörkés, haverok, életérzés. Van belőle egy adag pörgés, haverok, életérzés. Igen. Meg egy adag minőségi a magyar borból. Az jó. Húgetsz. Vagy a gyöngyöző.
Menjünk a vagy felcsőre. A másik. Vagy kóstoljunk egy gyöngyöző. Gyöngyöző, én azt úgy azt mondom simán. Kedvenc ételem az ital. Megnevezéssel csapatja Tibi atya ezt. Gyöngyöző fehérborról van szó, ami felső-magyarországi muskotáj. Behűtve, behűtöttük. Ez most mi? Ez édes vagy száraz? Száraz. Nem biztos, nincs rá írva, hogy száraz. Friss gyöngyözőbor, ami pezsgőbb a bornál, de borabb a pezsgőnél. Mondjuk ez nem egy rossz megnevezés. Jó, na, nem szórakozunk. Így néz ki. Megmutatjuk majd utána is. Adj egy poharat. Tartsd oda. Részek kezed. Leöntöttem, letöröljük. Jó. Már kóstolod? Hú. Elsőre nem tudtam volna eldönteni, hogy félédes vagy száraz. Biztos, hogy nem száraz. Amúgy valami ilyesmit várnék egy dobozos italtól. Édes kés ez. Nem ízlik nekem. Nem? Mm-mm. Nekem nagyon édes. Igen, azért egy kicsit édes. Édes. Nincs gondom a koncepcióval amúgy. Tehát engem nem zavar, hogy ez egy alumínium dobozban van. Miért? Tehát, hogy én azt értem, hogy miért vannak ezen a borkedvelők annyira kiakadva. A borkedvelők akkor is ki voltak akadva, amikor a régi, sima, jó parafadugót lecserélték a zárra, tudod, a rendes, a csavaros, mi az, csavarzár. Na, mikor arra lecserélték, akkor az is hőbörgős volt, meg mit tudom én, miért tartályba. Tartályba lehet terjeszteni? Vannak olyan borok, amiknek csak a tartályára jól. Tehát egyáltalán nem gondolom, hogy rossz dolog lenne, de nekem ez túl édes. Ez egy olyan típusú ital, amit azok szeretnek inni szerintem, akik nem kifejezetten ismerik a borokat, de szeretnék, hogy finom legyen. Tehát amikor egy kicsit kell egy cukor hozzá, azért muskotályos cuccból van, mert az egy édeskés, gyümölcsös, virágos cucc, és könnyen iható, jó, melegbe, fölbontasz, dobsz egy ilyet, nem egy rossz dolog az. Petinek nincs kedve inni, megőrülsz. Na, nagyon érdekel, ha már viszont elmegyünk abba az irányba, hogy legyen az a lényeg, hogy bejöjjön azoknak is, akik nem nagy italosok, hanem ha már isznak, akkor legyen finom. Dicsértessék! Uramatyám, hallod, tiszta ízé illata van. Nagyon durván málna szamóca illatú. Az, amit te mutogatsz, az meg mi? Ez meg őszi barac bodzász és kunyitom. Jó, azt abba a próbálom. Nézzétek, egy kicsit ilyen rózsaszínes. Asztalolt. Ügy. Hűha! Hát ez ilyen szörpi. Hát igen, ez olyas, mint a maci fröccs. Az bekeverve, izébe. De én azt hittem, hogy ez jobban túl van tolva gyümölcs felé. Figyelj! Nekem ez csúszik. Nekem is. Ez ilyen meglepően jó, nem? Ne azzal a szemmel nézzük, mint ahogy bontok egy tokai asszút, és akkor mellé teszem, és megkóstoljuk ezt, és vajon melyik a jobb, mert hogy nem ez a kérdés, nincs kérdés. Ez nem borral kezdve, ez egy bor koktél. De azt nem vagyok benne biztos, hogy trágya a minőség, tehát egyáltalán nem érződik ilyen nagyon kellemetlennek a dolog. Szerintem ez az őszi barac bodza, a bodza is, tehát hogy ez egy kifejezetten jól eltalált harmónia, mert nem harsog belőle a gyümölcs, nem akar őszi barack lenni nagyon durván, hanem csak egy olyan kis finom ügy. Uh-huh. Ez nekem nem, ez nekem a málnás nem. Nekem ez annyira arra kicsit emlékeztet, ilyen amikor kértél a kakasba egy maci fröccsöt és vizés. Kisporolták belőle a málnát, valami olyasmi élmény, csak jobb borral. Olyasmi, de ez, én kövezzetek meg, köpjetek le, és utána dobjon rám áldást Tibi atya, de én ezt az őszi barackbodzát, ebből még van itthon, én ezt meg fogom inni.
Én voltam most a Tibi atyának, a Borkápolnának a nyitónapján, gyakorlatilag felhúztak egy kocsma templomot itt a Veselényi körút sarkán, és szerintem ez a megtalálta végre a helyét, hazatért ez az egész brand, és hát kellett már egy ilyen hely nekik, meg valami. De most mi vagy? Te a Tibi atya izé kis minisztránsa vagy? Vagy mi ez a kelet Tibi atyáiknak már egy jó hely? Vagy... Jó, akkor adjuk ezt Tibi... De most vitatkozom veled, hogy a videóban lehessen valami. Nem! Akkor vége. Hagyjuk a faszomba. Nem vége. De csak szép dolgot lehet mondani? Vagy most mit kell mondanom? Azon kívül, hogy meglepődtem rajta, hogy ízlik. Hát ne szórakozz már velem, ez pont, hogy pozitív, amit mondok. Megfogom. Megkóstolom, látom rajta ezt a grafikát, ami nem az én világom, de megkóstolom, és utána azt mondom, hogy ez fasza. Ennél tőlem nagyobb dicséretet atyám nem kaphat. Fejedj szét, geci, fejedj szét! Értjük? Ez nem jó, ez jó, ez se jó, ez lehet, hogy jó, ezt nem kóstoltam. Lehet ez is jó, ezt sem kóstoltam, ki tudja. Tudjátok, mi itt a tanulság? Hogy nem... A csomagolás számít. Látod? Hogy itt is van valami érzelem még. Ennél te várnál bárkitől nagyobb dicséretet? Egy dicsértességre? Hm? Én csak rá akartam nyújtani. Most? Meglépjük azt, amit mások kemény forintokért. Mert hogy? Hol van? Egy dicsértesség után nem, sem erre nem vezet az út. Csak a mixit fele. Adri műzlie, Peti műzlie. Rá van írva, nézzétek. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy a mixit témáról ejtsünk-e szót. Mert az történt, hogy az influencer világot így elárasztotta a mixit. De hogy így... Levegőt nem kaptunk, bazd meg! De hogy olyan embereket kerestek meg, meg olyanokkal reklámoztatták, akik így nem a legcsinibb influencerek, meg nem a leg... Nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen érdekes szubkultúrát környékezett meg a Mixit, az a lényeg. Tegye fel a kezét, aki életében nem hallott róla. Jó, de te nem nézed azokat, akiket én... Még te reklámokat nézel, Dina. Nem! Jó, légy szíves, veszünk össze. Hát ez gonosz dolog volt. Lássuk be. Nagyon sok influencernél feltűnt ez a Mixit, mindenféle kollaborációk, hogy mit tettem egy nap videó, és akkor mindenki önti a kis saját Mixitjét, és hát én úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, be kell adnom a derekamat, én is megrendelek mindent, amit lehet a Mixitről, és így is cselekedtem, és ez már nem is az első rendelésünk, hanem a második, baszki. Így működik a marketing. Nem akartam elhinni azt, hogy ezt mások megrendelik. Tehát innen indult az egész, hogy lehet embereket meggyőzni arról, hogy méreg drága műzli keverékeket rendeljenek. Például megmutatnám nektek, hol van? Ez a dobozmag. Ez 1800 forint. Vagy 1850. Kérlek szépen, ilyen mézes és rozmaringos ízesítésű pekán és cashew-dió. Finom? Finom. Mennyi? 1800? Nem rendelem meg. Peti műzlie nagyjából 2800 forintba fájt. Édes jó Isten. És ki is fizette. De... Még rosszabb. Míg Adri műzlie nagyjából 3200 forintba. A Mixitben az a szép, hogy a végtelenségig növelhetők náluk az árak. Tehát én most mutatom, hogy néz ki a műzli keverék. Nem tudom, mennyire látjátok. Lehet, hogy most itt nem tűnik annyira atomnak. De mint a többi műzli. És nem. És ezt te is megállapítottad már, hogy nem. Tehát, hogy most Peti el akarja majd nektek játszani azt, hogy nem tetszett neki. Nem, de amúgy imádta. Nem, de ugyanúgy néz ki, mint bármelyik műzli. Nem.
Tehát a Mixitnél mondjuk az van, hogy van egy gram ár, amiért megváltod az alapkeveréket, és akkor ezt ugye dúsíthatod mindenféle földi jóval. De tényleg annyira sokféle cucc van, amit bele keverhetsz magadnak, hogy nem tudnám most így hirtelen felsorolni az összeset. Tényleg liofilizált gyümölcsök, mindenféle magok, és nagyon-nagyon jó minőségűek. És az van, hogy a határa csillagoség. Tehát tehetsz bele az összesféle liofilizált gyümölcsből, csokoládékat, mindenféle magod, de tényleg olyan dolgokat is, amit sehol máshol nem lehet. Szóval, hogy például... Csirkemájat. Például ez a doboz, ez csak liofilizált gyümölcskeverék, sárkánygyümölcs és sárgadinnye liofilizálva, tehát az azt jelenti, hogy fagyasztva, szárítva. Ennyi amikor... Ettől nem olyan lesz a gyümölcs, mint amikor aszalod, hogy egy ilyen ragacsos cucc, hanem ropogós. És ez azért nagyon király, mert nasinak például isteni. Szóval sokkal jobban ki lehet váltani vele akár egy zacskó chipset. Csak ilyeneket enném, ha tehetném, mert isteni. Teljesen jogos amúgy, hogy nyilván sárkánygyümölcs és sárganínye liofilizálva az miért nem, nem tudom, 200 forintba került. Tehát értem én, hogy miért vannak ezek az árak. Ez például banán is eper liofilizálva. Tehát értem, értjük, meg nyilván az én műzli keverékemben például amaránt és méz, és hajdinapehe, és kukoricapehe, és földi mogyoró, és hántolt pisztácia, és kókuszpehe, és aszaltmennyi, és aszaltmangó, és liofilizált eper darab is van. Tehát ez durva. Ilyen általában nincs egy sima műzli keverékben. Vagy ha van is, akkor tudod, az a klasszikus érzés, amikor három darab aszalt megy van. Mert általában ez szokott lenni az ilyen műzli keverékeknél. Itt meg tényleg beleraknak egy marékkal, amennyi oda van írva, hogy az belekerül majd. És ki lehet választani, hogy milyen izével jöjjön grafikával. Igen, meg ráírják neked, hogy a te műzlid, meg mit tudom én. Szóval, hogy a termék tök jó. Amit készhez kapsz, az abszolút egy jó cucc, ami nem mondom, hogy megbánod, hogy megvetted, mert finom, mert lehet tényleg cukormentes verziókat találni, mert ennél egészségesebb snack a világon nincs, mint egy sima liofilizált gyümölcs, de egészen egyszerűen annyira drága, hogy nem tudom elképzelni, hogy még egyszer rendelnék. Tehát ezeket a dolgokat azért rendeltem meg, mert nem bírtam magammal, tehát amikor ennyi helyről látod, hogy létezik ez a dolog, akkor azt érzed, főleg, hogyha beauty vlogger lennék, akkor így rendelném a rúzsokat, de mivel gasztróval foglalkozok, ennek nem bírtam ellenállni, tehát kellett, de le fogok szokni róla, mert ez nem normális dolog, amúgy az ár maga. De egyébként most én fogom védeni a dolgot. Ezek a külön dolgok baromi drágának tűnnek, ez amúgy is drága, nem csak a Mixitnél drága, az, hogy liofilizált gyümölcsökből gyakorlatilag negyed kilót megvásárolsz, az mindenhol kurva drága az egész kibaszott világon. A műzli része pedig ne hasonlítgassuk egy Kellogg's-hoz, mert ja. Nem is az a minőség, meg nem is az a súlykategória egyébként, tehát ebben sokkal több van. Jó, igaz. Amúgy igen, hogyha nem száll el az agyatok, és nem pakoltok tele bele mindent, ahogy Peti se pakolt ebbe bele mindent, akkor ezek azért így... Meg ja. egy hónapja eszem, úgyhogy, mit tudom én, heti kétszer eszed belőle. Ja. És még félig felett, van. Nem? Ja, jó. Hogyha minden nap műzlisztek, akkor is eláll egy három hétig, és szerintem ja. 2800 forint egy három heti reggeliért azért nem olyan vad. Úgyhogy fasza dolgok jó. vannak benne. Ja. Oké, akkor jó. Mixit fasza. Jó, igazad van. Még az egyetlen, akik nem fizeted. Igen. Úgyhogy szar. Szóval kimondhatjuk, hogy hihettek az influencereknek. A Mixit jó. Amúgy tényleg, minőségileg tényleg jó. Amúgy egy cseh cégről van szó, és kb. Egy éve van Magyarországon, és nagyon jól döntöttek szerintem, hogy a marketinget így tolják, hogy minél nézettebb youtubereknek és adnak. Egyébként azzal, hogy a www.mixit honlapot lefoglalták, ehhez tényleg egy olasz domain kellett. A kedvenceinket hallottátok, és hát akkor azt mondom, hogy ja,
ha sok pénzetek van, akkor a Mixit is megéri. És, ha kevés, akkor meg a dicsőtesség. Igen, bármennyire küzdöttem is ellene, és amúgy nem tudom, lehet, hogy majd azt fogják mondani, hogy pronyó gyökerek vagyunk, hogy ilyeneket ezek csak iszunk. Reggelig. De most nem a Mixitről beszélek, hanem a tigriatja íző. Ja. Próbáltunk törekedni arra, hogy egy kicsit így a trendeket is megvillantsuk, meg különböző árkategóriába tudjunk nektek ajánlani dolgokat, ne csak super fancy éttermet. Úgyhogy ez most is sikerült. És igyekszünk visszatérni arra a rendszerre, hogy havonta jelentkezünk a Gasztro Kedvencek rovattal. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, kövessetek minket úgy, ahogy szoktatok, ott, ahol szoktatok. Köszönjük a támogatást, gyertek máskor is, az összes többi dolgot meg már tudjátok, aztán kommentbe mehet a szócsata, hogy kinek mi íz lett, mi nem, mit ennétek még, milyen videók jöjjenek még. Szeretünk veletek beszélgetni, meg olvasni a véleményeteket, mert jókat szoktatok írni, és jó tippeket adtok. Szépek amúgy. És okosak vagytok. Hello! Tényleg jó. Mármint nem jó. Nem jó. Nem, a jó nem ilyen, de jó esik. Vagy akkor az jó.